helyzetben a vidék. Szegényke a vidék. Nagyon, nagyon szegényke a vidék, de gyönyörű. Gyönyörű emberek vannak benne vidéken. Gyönyörű karakterek, elképesztő gyönyörű tájak, nagyon szépen tud sütni a nap nyáron, és gyönyörű a búzakalásznak az aranyszíne, és én ezt mind megmutatom benne. Más kérdés, hogy vér is vegyül bele. Az Eastern, mint műfaj engem nem érdekel. Általában a műfaji filmek nem érdekelnek. Szerintem én legalábbis nekem egyre inkább azt látom, hogy átfolynak egymásba a műfajok. Körülnézel a világban, és annyi leszegett fejű ember van, leszarják egymást. Mindannyian leszarjuk a másikat. Kimegyünk, kicsit puffogunk a Facebookon, elmondjuk a bajainkat, kitesszük a fotóinkat, hogy éppen hol vagyunk. Jó esetben szerveződnek tüntetések a Facebookon, de nem történik semmi. És ez a film arról szól, mi az a határ, ahol most már bele kell állnod abba, hogy ez nem mehet így tovább. És én nem arról akarok, én arról szeretnék beszélni, hogy az átlag ember, te, én, bárki, aki itt van, vagy lent az utcán, annyi minden elégedetlenségünk, dühünk, félelmünk, frusztrációnk van magunkban, ami megbetegít minket, mert apatikusak vagyunk, mert ezt csináljuk, meg ezt. És ezt engedi ki a film. Ezek az eszközök nem tudatos eszközök, hanem belőlem fakadnak, mint ahogy a képek is, mint ahogy a tekintetek is, mint ahogy a színek is. Tehát ezek, van egy belső szűrőm, ahogy én látom ezt az egészet, és ezt mindig átengedem magamon. Ebben semmilyen félelem nincs. És még csak az sincs benne, hogy én nagyon mást akarnék. Nem. Minden. Én abban hiszek, hogy minden alkotónak kell, hogy legyen egy energiája. És az energia benne kell legyen a filmben. És ha nincs benne az energiája a filmben, akkor azt én nem nézem meg, mert nem érdekel. És én abban és ez lehet olyan energia, ami tőle távol áll, de akkor is odaragaszt. Teljesen mindegy, hogy lassú a film, vagy gyors. Én ebben hiszek. Ezt hívjuk akárminek. Ilyen tekintetben szerintem ebben a filmben benne van minden. Én szeretem szeretem a várost fotózni, gyönyörűek a színei, gyönyörűek az architektúrák. De nem szeretek városban élni, hogyha ez lejön belőle, de nem akartam én sose ilyen, ebbe a triviális irányba sose akartam elmenni a filmbe, hogy a rossz város, meg a rossz vidék. De lehet, hogy az a viszonyom, igen, lehet, hogy az a viszonyom, hogy mint amit idefelé jövett, mikor jöttem hozzátok, akkor beszéltem a filmnek az egyik főszereplőjével, a Marával, aki az Esztert alakítja, és mondta nekem, hogy mennyire elkezdte érteni, hogy mennyire jó, hogy én nem lakom a városban. Úgyhogy igen, igen, lehet, hogy én amikor kinézek, akkor állandóan ilyeneket látok mindenhol. Tegnap volt közönség találkozó, már a környéken, ott, ahol forgattunk, és pont ott fogalmazódott, meg kérdezte a hölgy, hogy én tényleg így látom a világot, és mondtam, hogy igen, és mondta, hogy egyszer majd fogok csinálni olyan filmet is, ami ennél lassabb, és mondtam, hogy biztos lesz, csak most ezt a korszakomat élem. És biztos majd, amikor 50 éves leszek, vagy 60 éves, akkor lesznek, vagy remélem, hogy lesznek korszakai, mert különben nincs értelme. Azért lett Coyote a címe, mert amikor írtuk ezt a Lovas Balázzsal és a Lengyel Balázzsal, akkor nekünk mindig ugye szimbolikában gondolkodunk. És nekem mindig volt egy mondásom, hogy nem lehetsz az életedben menekülő állat. Bátorság, büszkeség, ami pont most nincs a magyarban, szerintem. Jó lenne, ha éledezne. És mindig azt a szimbólumot láttam, hogy egy rohadt nagy vaddal szembe kerül egy kisebb, de muszáj, hogy harapjál. És a triviális válaszom pedig az, hogy ennek volt ennek a filmnek egy másik címe anno, az Vaquero, ami spanyolul annyit jelent, hogy cowboy, de én nagyon szerettem a hangzását, de ezt úgyse fogják akkor megnézni. És farkas meg nem lehet, mert az meg már van.
És a Coyote az pedig abból jött, hogy próbáltam egy, ez azért valamennyire, én ahol legalábbis ahol a házikom van, vagy ahol élek, azért ott el szokott egy ilyen jelző hangozni, úgyhogy, úgyhogy ez lett a címe, hogy prérifarkassá kell válnod ahhoz, hogy túlélj dolgokat. Meg ugye van benne egy szimbólumrendszer, hogy mi a misi tulajdonképpen, és hogy mi lesz belőle. Szerintem egy reklámfilmmel foglalkozó embernek mindig az a célja, hogy a legvégén játékfilmet csináljon. Ugye nincs, tehát hol tudnád gyakorolni máshol a szakmádat? Csak a reklámfilmben. Meg a, ha jó, ha szerencsés vagy, persze a reklámfilmben. De szerintem mindenki oda akar elérni. Van egy-kettő nagyon-nagyon általam csodált alkotó, aki nem is akar kijönni például a zene, a videoklipek világából. Van a Chris Cunningham, ismered a Chris Cunninghamet? Az például egy brilliáns elme, de tényleg ő már szinte ilyen kortárs performanszokat csinál, és elképesztő, és nem látsz tőle játékfilmet. Vagy legalábbis én úgy tudom, hogy nem nagyon. És voltak próbálkozásai, de hogy szóval, hogy nekem meg ez egy egyenes út, hogy innen az jöhet egyedül. Olyan dől a szar a mozikból. Dől a szar. Alig látsz jó filmet. Megnézem, én megnéztem az Amerika Kapitánynak nem tudom hány részét, azért, mert filmtechnikailag nagyon érdekelt az, hogy dolgoznak. Én nagyon szeretem, tényleg, de egy szar. Mindenhol állandóan jönnek ezek a lélek nélküli filmek. Én már annak örültem, hogy a Hétmesterlövészt úgy csinálták meg, hogy legalább van benne valami. Én szeretem a Westernt, de úgy abban is azt láttam, hogy az se akar semmit se, igazából. És én egy olyan korszakot élünk, ahol erről elkezd, nem beszél senki erről rendesen. Hát egy csomó olyan film készül, annyira várnám azt a saját hangot, hogy kicsit a mai Magyarországon játszódjon a dolog, és tényleg nem motyogó értelmiségükről, akik egzisztenciális problémában vannak, mert nincs csajuk. Vagy hogy hogyan lehet minél több embert, nem tudom. Szóval ilyen témák, ilyen romantikus, engem ez nem érdekel. Ugyanakkor pedig nem érdekel az, tehát hogy azt az irányt sem akartam követni, hogy én csináljak egy olyan filmet, amíg a kutya nem megy be, hogy elkezdek olyan társadalmi kérdéseket boncolgatni száraz módon, ami senkit nem fog érdekelni. Arra van, rengeteg újság el lehet olvasni, stb. Engem az érdekel, hogy mondjunk egy tézist, mindegy, hogy milyen tézis, de valamilyen tézist mondjunk a világról ma. Nekem ez a tézisem, ami ott benne van, és ennél én didaktikusabb nem akarok lenni. És nem csak az én generációmnak fontos, hanem neked, a fiatalabbaknak, az idősebbeknek is, hát iszonyú fontos, hogy erről beszéljünk. A módja az egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan találod meg a módját, mi az a sztaniolpapír, amiben becsomagolod, mi az a, ugye mert neked van egy csokoládéd, ez a film, ez egy csoki, ez egy csilis csoki, ezt megeszed és, de finom. És nem mindegy, hogy mibe csomagolod. Ha ezt becsomagolod egy újságpapírba, az nem érdekes. És ezt kerestem mindig, hogy hogyan tudok mondani, ami bennem feszül. És nem véletlen, hogy a Vranik Rolandban szintén egy társadalmi téma feszül. És nagyon örülök neki, és még ugyan nem volt szerencsén látni a filmet, de rengeteget hallottam róla, és a trélere számomra azt árult el, nagyon-nagyon-nagyon meg van csinálva. Tehát, hogy az lesz a következő magyar film, amit megnézek. Szóval iszonyú fontos. Beszéljünk erről, mert ne csináljunk már állandóan olyan filmeket, aminek nincsen se lelke, se szíve, se agya. Ebből rengeteg van.